Sziasztok, én Marci vagyok, és ez itt a Marci konyhája a harmadik része. És ebben a mai videóban, bocsánat, hogy nagyon ilyen kis sápat vagyok, de a mai videóban csoki szeleteket fogunk csinálni, vagyis csoki szeletecskéket, vagy nem is tudom. A fontosak, amik kellenek hozzá, várjatok, amik fontosak és kellenek hozzá, egy vágódeszka, egy konyhakés, de ne recéset. Kell kenyér, és nutella, ami fontos. De amúgy bármilyen nutella lehet, nekünk most ilyen van, bocsánat. Ennek az a lényege, még aranyosak is. Amúgy majd pár év múlva, hogyha még akkor is fogok videót, én nem is tudom. Akkor majd, nem tudom, ilyen már tükörtojás is lesz, meg minden. Nos, hogy elkészítsétek, ahhoz először is, ja, igen, konyhakés kell, ilyen éles konyhakés, és még egy ilyen, ó, Istenem, tehát egy ilyen ki. Jaj, ne. Tehát egy ilyen kés, ez a nutella kenéséhez fontos. Szóval, várjatok. Norbert. Úristen. Talán ez így megvan. Na, tehát először is, jaj, nem ez. Kibontjátok szépséges nutellátokat. És aztán megkenitek a kenyeret nutellával. Nyugi, ez még nem ennyi. Nem nutellás kenyér. Fantasztikusabb. Mindegy, kenjük szépen meg. Mehet rá sok nutella, akkor lesz a legfantasztikusabb és finom. De aki ugye allergiás mogyoróra, vagy laktózérzékeny, annak nem tudom ajánlani. Mert ugye nutellában van tej, meg mogyoró krém. Úgyhogy sajnálom, pedig nagyon finom. Nagyon szépen megkenem. Még sosem kentem meg ilyen szépen kenyeret nutellával. Főleg pala, ahogy finom, tényleg az. Úgyhogy laktózérzékenyeknek. Persze, hogyha van ilyen gyógyszer, vagy ilyen tabletta, akkor ehet. Semmi szólásom nincs vele. Úgyhogy szépen megkenjük. De akinek van ilyen gyógyszere, ilyen laktóz, ilyen gyógyszere, hogy aztán ehet. És azt hiszem van ilyen jó, ami 6 óráig tart. Úgyhogy akkor ehet. Jó, ezt most kicsit, nem is tudom, hogy hova, lenyaljátok, vagy ne. Hát, hogyha még akartok csinálni, akkor nem. Nekem most ennyi is elég. Na jó, tudjátok, ki fog itt szarakodni. Ja, a nutella már nem fontos. Persze, hogyha akartok még enni, akkor fontos. És most jön a kenyér. Felhúzom. Először, ja Istenem, csak itt van az ujjam. Először is felvágjátok csíkokra. Csak én ilyenben nagyon béna vagyok, és még olyan is lett a pizsamám. Na jó van. Szerintem veszek inkább egy recéskést, azzal könnyebb lesz. Amúgy
és nem ajánlatos nyalogatni, elvághatja a nyelveteket. Én veszek inkább egy recis kést. Ja Istenem, már megint, hát ezt nem hiszem el. Istenem, ne, 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 ne. És hozzányúltam a telefonomhoz, úgy, hogy nutellás volt a kezem. De nem akarom kikapcsolni, miért ezt a tokot tettem rá? Jó van, mindegy. Tehát, felvágjátok csíkokra, és igen, csíkokra, igen, ez most sokkal könnyebb. Tehát, felvágjátok csíkokra. Na, gyere már le onnan, hát nem hiszem el. Pazd meg, már kötözködik is. Igen. Szóval, ahogy említettem, felvágjátok csíkokra. Igen, és hogyha készen van, ezeket a csíkokat elkezditek kockákra vágni, amiket nem muszáj vágni, mert kézzel is szét tudok szedni. Csak azért ajánlatos késsel, mert akkor nem lesz utálás a kezed, hogyha nem vagy béna, mint én. Na jó, ezt is ide teszem. És összekentem magam. Mindegy, akkor csinálom kézzel. És ezeket így szépen széttépkeditek, úgyhogy ne essen le a tárc! Bazd meg! Kurva anyján! Csak fejre kell esni, mindegy, majd utána feltakarítom. Ha nem múlik ezen semmi. Tehát feltépdelitek nagyon óvatosan. És itt a végén már nem kell tépkedni, mert ott finomságos. Ajánlatosabb nagyobb tálcán. Mert akkor nem esik le. Na és egy kis vágás, amíg kezet mosok és feltörlök. A művelet sikeres volt. Hát csak úgy kéne elrendeznem ezeket, hogy ne essenek meg le róla. Oké. Kész is vagyunk. Most mehetünk is be. A finom, jaj, le kéne kapcsolnom a lámpákat. Ja Istenem, leesett az egyik. Látjátok, nem szabad. Ne legyetek buták, ahogy én. Na, megyünk a finomságos csoki szeletekkel. És megesszük. Megint kikapcsolt a gépem. De ez tök mindegy. Várjátok, felkapcsolom a lámpát. Így már valamennyivel jobb. Nem kapcsolt ki. Vezettem rá a titeket. Jó. Tihát. Bocsánat, beteg vagyok. És itt vannak a finomságos csoki szeletek. Hamm. Holnap is lesz egy ízérész, egy ilyen marci konyhája lesz. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, és hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. És mindenkinek jó étvágyat, sziasztok!